Mentzer Erzsébet, a Fidesz-KDNP képviselője, képviselőjelöltje elkötelezett a kommunizmus áldozatainak emlékének az ápolása iránt, és itt a mai Katyini megemlékezésen is az egyik központi téma az volt, ami Ukrajnában történik pillanatnyilag, az orosz agresszió. Mint hogyha 1849 vagy 1956 után sem javulna az orosz nagyhatalmi mentalitás. Mit gondol erről? Természetesen minden agressziót és minden terrorcselekményt elítélek a világon, akár Magyarországon történt, akár a lengyel katyini áldozatokról van szó, akár Ukrajnáról van szó. Szerintem megengedhetetlen a világban, hogy egyik ország megtámadja a másikat, hogy népeknek a szuverenitását legyalázzák, bármilyen koholt vádak és bármilyen koholt alkuk alapján. Csak emlékezzünk vissza, hogy 45-ben, de hát már nem 45-ben, 44 őszétől, hogyan vitték el magyarok több százezreit az oroszok koholt vádak alapján a szovjet gulág lágereibe, embertelen körülmények közé, és aztán nem csak 44 őszétől, hanem még 56-ban is vittek ki oda embereket. Nem nagyon beszélünk róla, de majdnem 1 millió ember esett áldozatul, és nagyon kevesen jöttek haza. Katyinak is van magyar vonatkozása, több százezer embert ott legyilkoltak. Hát hova fajul a világ, hogyha mi nem lépünk fel ezen? Úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Katyini Mártirok Emlékparkja itt van a kerületünkben, és igen, nekem fontos, hogy minden olyan megmozduláson, ami akár a Svetlana Hurcoltak emléknapjával köthető össze, vagy akár a kommunizmus áldozataira emlékezünk, vagy a német kitelepítettekre, teljesen mindegy. De beszélünk a kommunizmus bűneiről, én ott legyek, és elől legyek, és igenis hangoztassam, hogy soha igazságtalanságot többet a világon sehol. Az előbb sorra borultak az ön és Busz Balázs polgármester úr nyakába a hálás lengyel ünneplők, amiért Óbuda ilyen lelkesen és gondosan ápolja a Katyini áldozatok emlékművét. Honnan ez a hagyomány? Igazából még Taros István főpolgármester úr kezdte el ezt a kapcsolatot kiépíteni, tehát Varsó Bemúvóval, és aztán a mi ciklusunk idején szélesedett ki ez a kapcsolat. Ő álmodta meg, hogy a Katyini Mártirok Emlékparkja az itt legyen Óbudán. Azt ugye nem kell mondanom, hogy főpolgármester úr az abszolút elkötelezett amellett, hogy ezt a lengyel-magyar jó barátságot, ami bennünket 48 óta összeköt, ezt tovább vigyük, és mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy polgármester úrral egy olyan testvérvárosi kapcsolatot alakítottunk ki Varsó Bemóval, amire büszkék vagyunk, és a lengyelek büszkén jönnek ide hozzánk, és mi büszkén mondhatjuk azt, hogy egész Óbuda barátja Varsó Bemúvónak, Magyarország barátja Lengyelországnak, és vigyázzunk egymásra a világ minden területén. Szerintem ez a legfontosabb. Még annyit talán, hogy a 80-as évek második felében a kádári propaganda megpróbálta a lengyel-magyar barátságot szétzúzni, a lengyeleket egyfajta szánalomra méltó népségként beállítani, holott tudjuk, hogy 1956-ban és az 1981-es rendkívüli állapot idején is hatalmas volt a szolidaritás a két nemzet között. Az antikommunizmus mennyire köti össze ezt a két népet? Én szerintem abszolút összeköti, mind a ketten meglehetősen gyűlöljük a kommunizmust és mindent, ami körülövezte ezt az egészet, de ha visszaemlékeznek egy negyed mondat erejéig Orbán Viktor miniszterelnök úr tegnapi ünnepi beszédére, senkinek a világon nem fontos, hogy mi van a mi hazánkban, bocsánat, hogy mi történik a mi hazánkban, vagy mi történik Lengyelországban, csak nekünk magyaroknak fontos, és nekünk fontosak az ilyen barátságok és az ilyen kapcsolatok. Erzsébet, köszönjük szépen!